Tisztelt Erzsébet, zárjelben Böske, ez volt a színpadi beszereve. Az országos sírű Pereszesi Szabadtéri Játékok 70 éves évfordulóján egyesületünk vezetőségének megbízásából tisztelettel és szeretettel köszöntöm, mint a legeredményesebb szereplőjét a szabadtéri játékoknak. Az 1938-49-es években 10 szerepben, 36 előadáson szolgálta a pereszesi bányász kultúrát, tehetségének magas fokán, már kisiskolás korában is. A bányász kultúra terén kifejtett példamutató szereplése génjeiben rejtőző tehetség volt, amit édesapja révén a moldvai csángók leszármazottjaként örökölt. E magas színvonalú szereplését az akkori Miskolci város első vezető személyisége írásban is megköszönte. Mint egyesületünk alapítója és örökös tagjának kívánunk még sok boldog éveket, jó erőben és egészségben családja körében. Pereszes 2008. december Újványomics baráti kör elnök. Amikor megalakult a Bányamics Egyesület, és akkor egy ilyen estet rendeztek a tiszteletére, a megalakulásának a tiszteletére. Ezt a rádiót én nem használtam, nem tudom mióta, de jó Isten. És ez Erzsi néni? Nem énekelek, nem. Azt nézem, hogy próbáljam előre, azt megmondom, hogy hol énekelünk. Jó? Te kellje meg. Nagyon csak ugyan, hogy most hátra oda kerülünk. Én vagyok. Kamafuszival énekeltek. Nem volt, ami bent, nem csak a szabadtéri, hanem bent is játszottunk, és akkor az inkább ilyen drámák mentek. És a szüvéhez melyik az, hogy közelebb énekelni szeretett jobban? Ó, nagyon, a szeretném, ma is szeretem. Nagyon. Na és meghalom, a tévében is a lábom majd a tartus rögtön, abban a pillanatban. Nagyon szerettem énekelni, a szeretném, ma is szeretem. Minden fajtában, lehet operett, lehet opera, lehet sanzon, csak jó legyen. Jó énekesek voltak benne. Volt benne vidám és minden. De most a kedvenc számom az, hogy... A Donátóton nyílnak már az orgonák, minden május új csodát ígér. De jó lenne álmodozva várni rád,
és el nem válni többé semmié. Bátran jöttél felém a nyárban, mint akkor régen, nagy szerelmünk idején. S a május népünk ontaná az illatát, a Donátóti nyíló orgonák. Jártam a Donáthoz, azért tudom. Kolozsvár. Arról, hogy Pereces hogy alakult meg, arról már nem tudok mondani, mert amikor már én oda kerültem, az már így volt, ahogy én azt elmondtam. Utána az nem épült, inkább fogyott, mert a telepet ugye azt felszámolták később szerencsére. Én nem tudom, hogy ennek tulajdonítható el, de az, hogy ilyen a katlanszerűen van, és innen megyünk be, hát valóban ilyen patkószerűen van, mert ugye innen megyünk, és a hegyek veszik körül. Hát, hogy melyik a legenda az igaz, azt már nem tudom megmondani. Mindig úgy szerepelt, mint Pereces bányatelep. Hát én nem tudom, hogy a Pereces só honnan ered, de az biztos, hogy amikor moziba jártunk, akkor gyönyörű pereceket, óspereceket árultak mindig. Sőt, amikor visszaemlékszem, még a telepen laktunk is, ilyen kocsival szállította az egyik kocsis a friss zsemlét, a kéflit, a friss kenyeret, a perecet. Le lehetett venni a kocsiról, ott fizette az ember, mindent meg lehetett kapni perecesen. Úgyhogy nem volt hiányunk úgy semmiben, addig, amíg a háború be nem következett. Egyszer úgy vigyetek el, hogy megmutassam neked perecesen, hogy mi van, látom, nem vagy ismerős perecesen, és akkor meg tudnám neked mutatni azt, hogy mi hol van, mi hol volt, mivé alakult. Ha még élek akkor is, ez lehetséges, akkor szívesen. Szüleim azok Kassára kerültek át, ott volt nekik trafikjuk, de amikor volt egy ilyen, hát mit mondjak, ilyen forradalomszerűség volt, átkerültek menekülve, édesanyám már akkor velem terhes volt. És akkor fölkerültek Kolostetőre, egy magánházba befogadták őket, és én ott születtem meg, 21-ben. Édesapám akkor munkát keresett magának, Perecesen talált magának a bányánál munkát. Na, akkor felszabadult ilyen kolóniába ilyen lakás, és hogy közelebb legyen a munkahelye, mert ugye innen ki kellett neki járni. Hát adtak a kolóniába a lakás nekünk. Na, akkor beköltöztünk a 9. kolóniába, mert ugye volt 12 belőle, és a gyerekkorom ott telt el egészen 5-16 éves koromig. Mint fiatal lány, ez is tetszett, az is tetszett. Nem, még abban a korban nem mondja az ember, most egy biztos. Hódolóból volt annyi később, hogy édesanyám, amikor felszámolta a 70 virágkosárnak az alapját számolta ki, azt tette ki, mert voltam, hogy tojástartónak is felhasznált, és éjjeli zenét, meg szerenádot, meg virágot talán nem igen kapott Perecesen annyi lány, mint összesen sem, mint én egyedül. Május 1-én nem múlt el éjjelzeni nélkül. Volt, amikor kettő is jött, megvárták, amikor az egyik elmegy. Meg volt olyan is, hogy nem május 1-én, hanem amúgy is. Volt egy későbbi vőlegényem, aki a lavota szerelmét mindig játszotta saját maga az ablak alatt cigányokkal. Amikor sokkal nehéz választani. Volt benne aranyosak, édesek, sajnáltam is, mert hogy mondjam, most már van egy kis lelkiismeret fordulásom, mert talán nem kellett volna így bánni velük, ahogy én bántam, mert olyankor nem veszi az ember komolyan sok minden. Na most már sajnálom, és volt akitől, meghaltam, még elmentem a sírjához, bocsánatot is kértem tőle, hogy bolondát ettem, mert volt ilyen. Egyik nem perecesi, hanem egy diósgyőri erdőmérnök,
fölkérték szerepelni, járt a próbára, és egyszer csak azt mondja nekem, hogy Bezse, jöjjön hozzám feleségül. Nagyon meglepett a dolog, de úgy elgondolkoztatott. Jó, mondom. Na, menjünk haza az édesanyától, meg apjától megjelen. De próbám volt. És tényleg el is menni, nagyon meglepett a dolog. Jó, igen, mondtam. Akkor 2 hét alatt mennyasszony lettem. Ott hagytam a pesti fiút is, ott hagytam a későbbi férjemet is, de ő nem mondott le rólam. Hiába volt főlegényem, az csak jött utána mindig. Hiába volt katona, bicikli jött, még a sapkát is elhagyta, csak hogy jöhessen. Úgyhogy, hát ez tartott majdnem 2 évig. Viszont, hogy háború miatt, hogy ez katona volt, akkor még ezt is behívták, de ez már hites volt, 29 éves, nem egy gyerek volt. Nekem azért is tetszett, mert hát ugye idősebb. Valami miatt mi nagyon összevesztünk. És akkor a későbbi férjem közben hívett, Bezse, hát jöjjön hozzám feleségül. Na, én gondolkozok rajta. Nem. Végül ki kellett menni a frontra, és azt mondta, most határozom, mert kimegyek a frontra, és így azt mondtam, jó, hát akkor hozzád megyek. Ez egy ilyen dolog volt, hogy hirtelen jött. És így történt az első házasság. Sok szépen még fűződik hozzá. Sok szépen. Itt született a lányom is. Ajándékban kaptam ezzel egy csokor, nem, cserépe fehér rózsát, kiültettem, és olyan bokor lett belőle, hogy majdnem a fél kertet bevirágoztam. Na, nagyon szép volt. És mondom, a galambos nevű pátikánk beköltözött ide rögtön, mi egy jelentünk. Ha innen látja azt a fehér épületet, ott az lett a lépte. Aztán meg többiek is csináltak ilyet, meg irigyelték, szóval akit tehette, csinált hozzá. Itt Márkusék laktak, a Jeszenszkörtkiről beszélt akkor a végében, a legutolsó épületben. És azóta megnézte már a házat, Erzsi néni volt már itt, ugye emlékezni, vagy nem? Nem. Egyszer voltam, mert a férjemnek is megmutattam, körbejártuk, de csak akkor. Megmutattam neki, hol laktunk, és mondom, hogy itt volt egy ilyen drótkerítés, oda jártunk a vonatot nézni, ott ment alattunk a csinlet. Hát úgy jött itt már, hogy majdnem a fejemet csúrolt, de néztem ki az ablakon, ott lestem ki azon az ablakon. És onnan lehetett mindent látni, hogy jöttek az olaszok, ott kiamálták. Akkor lecsapott egy akna, ott egy katonát a föld agyon vert. Tudom, ilyen kis bunkerek is vannak, ahonnan lecsett kifelé. De jól be lehetett látni minden. Akkor jöttek be onnan lentről, ott is lehet látni. Mondta azt is Erzsi néni, hogy a többiek ilyenkor már lementek a légupincekbe, maga meg még. Én nem mentem a légupincekbe. Ha nem volt muszáj, nem mentem le. Kíváncsi, természetű vagyok ilyen szempontból, és nem vagyok félős a szemben. Nem lehet mondani. De mondom, hogy a németek itt mondták, hogy sokan még. És a repülő az onnan jött, és oda ment, ott esetleg. Az édesanyám rántott el az ablaktól, hogy gyere már, hát nem látod, hogy... Innen jártam föl dolgozni, gyalog. Nem volt. Nem tartott sokáig, elég kellemes volt az út, ha nem csúszott akkor plán. De télen rossz volt. Na jó van, gyerekek. Megláttuk. Ez volt. Az építkezés azt a fő tanácsos rendelte el, tulajdonképpen olyan nagy kultúrpárti volt. Ő csinálta azt a gyönyörű kaput is, székelykaput, ő faragta saját kezüleg. És abból irányították, az volt a fény onnan föntről a színpad felé. A reflektorok,
És a Bánkutinak az agyába született meg az, a tanító, az 5. osztály tanította, hogy ő rendez egy ilyen darabot, és az volt a Nyémesi Vadvirág volt az első, amit ott rendezett. És jól sikerült. És ennek a sikerén felbuzdulva kezdte rendezni úgy János Fütést, a Marica grófnőt, Csárdást, a Pacsirtát, ezek mind jöttek sorba egymás után. A zenekarnak orchester volt csinálva, ha kevés volt a zenekar, akkor kibővítették. Vasgyárból jöttek föl, az nagyon jó volt a kooperáció. Akkor volt egy színpadfestőnk, a Zóni László, ragyogó kulisszákat csinált. A jelmezekért meg a színházhoz jártunk kölcsönkérni. Akkor még Földes Géza volt az igazgató, még én is voltam, aki közel működtem, hogy elmentem hozzá, nem is tudom, melyik darabhoz kellett jelmezt kérni. Ilyen polgári ruha kellett hozzá, akkor saját ruhaimban szerepeltem. Vagy ha éppen valami extra kellett volna, akkor láttam valahol, akkor kölcsönkértem arra az alkalomra. Mindig attól függött, hogy milyen darab volt, hány szereplőt igényelt, kellettek-e mellé segédszereplők, vagy statiszták. Megkérdezték egyik a másikát, hogy nem akarsz jönni, és akkor azt mondta, hogy igen, akkor jött. Megmondta, hogy akkor legyél ott, akkor ott volt. Engem is megkérdeztek mindig. Hát mondhatom volna azt, hogy nem megyek, de én szerettem csinálni, és azért igen mondtam. Miskolci vendégszínészek oda nem jöttek játszani. Egyszer szerepeltem. Én onnan elmondtam a Viktóriában. Az is egy olyan beugrás volt, mert valami úton módon a szubret az vagy megbetegedett, nem tudom. De megkértek, hogy ugorjak be, és akkor a Fekete Alajos a Miskolci Színház táncos komikusával szerepeltem. Nem tudom, hogy én voltam a partner, vagy jó volt, én nagyon jól megvoltunk, nagyon nagy sikerünk volt. Nagyon szerettem. Aranyos volt tényleg. Nagyon jól sikerült. És ez a szubret, ez mit jelent, hogy ilyen énekes számokat kellett előadni? Szubretnak? Uh-huh. Hát mindig a vidám számokat, a zenéseket. Ahol az ember felmászik a fára, a turul madára, ott van Budapest például, vagy Honvédban szól a Stefáni. Nekik meg ilyenek, és erre tánc, vagy kicsikkel, iket, magas esiket. Nagyon jó számok voltak benne, és forgatott, hát ugye azért 48 kilomat lehetett forgatni még akkor. Próbák úgy zajlottak, hogy mindenki tudta, mikor kell menni, akiket meghívtak, és volt egy olvasópróba, olvasd fel a szerepedet, később aztán fejből kellett. Én voltam az, aki megtanultam az egészet kívülről, aztán kellett, akkor súgtam is. Amikor valaki a színpadon úgy megakadt, hogy ne, arra súgtam neki, hogy mit mondjam tovább. Ja. Mert mit megvolt. Vagy kívülről, ha az én mögött álltam, akkor besúgtam neki, hogy mit mondjam, mert hát nem mindenkinek volt ilyen gógyéja. Amikor feljöttek egy virágcsokorral, és avval üdvözöltek, akkor gondoltam, hogy sikerült. Azt a lovagok is küldtek, maga a rendező is sokszor megemlékezett vele, de mondom, rengeteg virágot kaptam. Nekem május 1-én az ablak úgy tele volt akkor ebben a nagy kosarakkal, mert az volt a divat, a hortenzia benne, hogy nem egyet kaptam, kaptam kettőt is. Mondjam azt, hogy volt, hogy ötször kitapsoltak az orosz táncba, amit mondjam azt, hogy nem mindenki tudja ezt a kiugrást csinálni, és meg kellett csinálni, és úgy mentem haza, hogy kerítésbe kapaszkodtam, mert olyan izomlázom volt, hogy nem bírtam haza menni. A múltnak az egyik idézője a szabadtéri játékoknak, a színpada, vagyis a helye. Hát, sok szép minden volt itt, sok szép előadás. Amikor a ló volt, akkor innen jöttem be, jobb oldalról, és bejöttem a színpadra a lóval. Akkor innen, akkor még nem voltak ezek a kerítések meg, nagyobb volt a tér, és oda fölmentem a partra, és onnan jöttem be a lóval. Ez volt az Aranyhattyúnak az előadása. Az utolsó nekem. És
sorozatban a Cigánszerelem, akkor a János Vitéz, a Marica grófnő, az így jött sorba, és mindegyiknek megvolt a rendezője, a szereplői, majdnem mindig ugyanaz a gárda volt, és volt, aki a díszleteket hozzá tervezte, ez a Józs Zóni László volt, ő csinálta, de remekül. Úgyhogy akkor ebben az erdői millióban, ebben a zöldövezetben ragyogóan nézett ki. Úgyhogy tényleg nagyon jó volt, nagyon szép volt. Ezen felbuzdulva nagy sikerek voltak. Volt közönség mindig, és szívesen jöttek a szereplők is játszani. Nagyon szép volt akkor. Ahogy visszaemlékszem, itt ezen a részen volt a rózsa, amiben a Ziruska volt. Itt volt a ház, a Cigánszerelemnek a Zónikáé. Igen. Az erre volt, az aranyhattyúban lobon meg onnan jöttem be, a jobb oldalról. Mindegyiknek megvolt a maga története. Itt belül megvan minden, ahogy akkor az lezajlott, akkor mit énekeltünk, mit táncoltunk, kik voltak a szereplők. Sajnos már nagyon kevesen vannak közülük. Sajnos. Hát igen. Hát ahogy Erzsike is mondta, ugye, emlékeinkből élünk ma már, és hát ha itt körülnézünk, a táj is olyan, amely hát ennél szebbet talán el se lehet képzelni. És különösen azok a nyári esték, amikor a szabadtéri játékok folytak, azok meg különösen hát még kellemesebb légkör. Hát a fiatalságok akkor jött tulajdonképpen össze, mert ugye más szórakozási lehetőség nem volt. Igen. Így gyülekeztek össze, megnézték a darabot, utána, hogy mondtam, itt van a Topicer vendéglője, táncolni is lehetett, jó zene volt. Mintha tegnap lett volna, úgy igen, mondod ezeket a dolgokat. A 48 kilóból 70 lett, mert akkor még ugye lehetett dobálózni. Meg van egy ilyen mondás, tudásik, hogy nem az a fontos, hogy az ember hány éves, igen, csak a szíve legyen fiatal, úgyhogy nekünk úgy látom, hogy még fiatal az még fiatal. Neked még különösebb. Pedig a Máté Erzsi most énekelt az, hogy szeretne 120 évig élni, de egy 20 éves szívvel. Hát valahogy én is így vagyok vele. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy csodálatos, igen, emlékező képekkel tudsz nekünk itten. Jó lenne 120 évig élni, de egy 20 éves szívvel. Ezt tudom mondani én is. Táncos történetének tulajdonképpen ez a titka, amit hát én szerintem még tanítani is kellene bizonyos hát iskolákban, hogy hogy lehet egy erdő közepén létesített bányász településből viszont egy évszázadon belül a termelés vonalán is olyat produkálni, amely a bazsár szempontjából, a széntermelés szempontjából is egy kimagasló eredmény volt, hogy el tudta látni a szénnel a kohászatot, és emellett ki tudta hát magából azokat a nemes dolgokat, amelyek hát oda vezettek, hogy tulajdonképpen amiről az előbb is beszéltünk, és amiről Erzsike is beszélt, hogy a munka mellett ezeknek a bányász embereknek a kultúra hát munkálására is megvoltak az akarat erejei, és megvoltak emellett a tehetséges azon fiatalok, akik ezeket az eseményeket országos szintre tudták emelni, és hát ezért minden elismerés megilleti azokat, akik ebben az időben hát önzetlenül részt vettek. Megismeri az elismerés őket, sajnos már nem sokan vannak közülük, sajnos. Igen, igen, de nekünk a bányamésnek az a feladata, Erzsika, amelynek te örökös tagja vagy, hogy ezeket az elévülhetetlen eredményeket, amely a... Megőrizze, továbbfejlesz-e, átadja az utánunk jövő generációnak. Először, amikor ez megépült, akkor nem gondolták annak, hogy ilyen nagy sikere lesz. De országos sikere volt. Hát jöttek össze-vissza minden felől megnézni. Jobb volt, mint a szegedi. A díszes kiállítása volt. Mondjam azt, hogy amit itt megcsináltak, azt nem csinálták meg Szegeden, hogy János Vitézben a boszorkány,
a színpad fölött seprő nyélen végig lovagolt. És olyan ügyesen meg tudták csinálni, hogy kihúzták a drótot, egyik oldalról a másik, ugye meg lehetett, mert a fa között meg lehetett csinálni, és a Bahor Lajos akkor ő volt a boszorkány, remekül alakította, a lába közé fogta a seprőnyelet, rá a drótra, és akkor csúszott rajta végig. Remek volt. Úgyhogy hát ezt érdemes volt magát ezt megnézni. Akkor, amikor az Illuska pedig a vízből kikel, amikor a rózsaszálat bedobja ugye a Öncsi, akkor egy ekkora hatalmas egy rózsa volt, gyönyörű rózsaszínből megcsinálva. Én benne kuporogtam, és kerék volt alá téve. És amikor bedobta a rózsaszálat, akkor egy pillanatra elsötétült a nézőtér, de abban a pillanatban engem betoltak a közepére, és akkor keltem ki szépen a rózsaszálból. Hát ugye, ilyet ritkán lehetett látni akkor. Nagyon nagy. Én voltam az Illuska akkor. Ez a János Vitéz előadásán volt, igen. Mit írt rá? Azt írta rá, hogy 42, meg mint ahogy mondtam is, akkor 41-ben kezdődött a Perencesi szabadtéri előadása kicsinő szereplőjének emlékül Vitéz Borbé Macki Ebil főispán. Esetleg én kedvenc mozdulat, vagy egy részlet az előadásokból, ami még most is így rögtön egy szövegrészlet, ami visszajön vagy valami. Nem emlékszem rá. Biztos volt. Biztos volt, mert hát ilyen mozdulatok kialakulnak az emberbe, de... Ilyen piruetteket, meg ilyeneket kellett csinálni? Piruetteket? Hát én azt nem mondanám, hogy piruetteket kellett csinálni, de a kis harangot, meg a nagy harangot a magyar táncba, azt igen, meg voltak, amire megtanított a tánctanár, hát azt kellett csinálni. Volt, amikor elkapta a derekamat, és körbe forgatott, mert voltak ilyenek. Na hát az jó volt az a lovas, arra emlékszem, hogy vonultam be. Úgyhogy nagyon hideg volt. És előtte én az előzmények csak arra térek ki, hogy kaptam egy lovat, egy bányalovat, amit meg kell tanulnom lovagolni, mert ugye én nem lovagoltam, de hát ha már ráülök, akkor valamit tudni kell. És úgy délelőttönként megengedték nekem, hogy én perecesen lovagoljak jobbra-balra. Hát kaptam egy vaklovat. A fél szemére vak volt. És amikor én azt vezettem, az mindig így állt a feje, és neki ment még az ágaknak is. Azt visszavittem, azt mondtam, hogy hát, aki akar lovagoljon rajta, nekem vagy oldal, hogy lát. Hát azt kaptam egy olyat, azon is lovagoltam, már mentem vele, nem vágtattam persze. Úgyhogy azt, amikor eljött az előadás, akkor egy rendes lovat kaptam, és hát föl kellett rá szállni, de hideg volt. Mit csináljunk? Hát adtak nekem ilyen feketét egy kicsi kis ummal, hogy ne fázzak. És valahogy az úgy szállt a fejembe, hogy itt felszálltam a lóra, a másik oldalon már lecsúsztam. Úgyhogy vissza kellett rakni. Nem látta senki, mert ez kint volt. De amikor bementem, akkor már ló hátam voltam. Na, de ez volt ennek a lónak a története. Az alsó tanterembe jártam, a hátsóba kimásztam az ablakon, elmentem hozzájuk az ő gyerekeivel játszani, mert voltak hatan. És sokszor nem kaptam ki érte, hanem csak így a fejemet így megcsavart egy kicsit, hogy miért másztam ki az ablakon, de nagyon aranyos volt az öreg Laudé, és nagyon szerettem ide járni, nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy emlék. Ez az iskola. Innen sok olyan ember került ki, akiből orvos, ügyvéd, katonatiszt, jó szakember került ki, nagyon sokan. Akik velem jártak iskolába, későbbiekben még hallottam róluk, bizony megállták a helyüket az életben. Nagyon sokan kerültek ki ilyenek. Kár van ezt az iskolát másra felárazni, mint valami okosabb dologra. Úgyhogy edzőterem volt, itt pedig volt ez a ilyen beépített, ahogy mondtam, üveges rész, amiben asztalok voltak, zene is itt szólt, itt lehetett táncolni. Itt volt a bejárata, jobbra volt az étterem, azt tudom, mert kiszolgálás volt, egy kisebb is. Na itt volt az a lejárása, hogy gyönyörű virágokkal volt, bokrokkal ültetett tele. Hát ugye ez táncparkett lett később, az lehet.
de annak idején padok voltak ide letéve is. Mondom, gyönyörű virágok voltak, sőt, fa is volt ide ültetve. Tehát le lehetett ülni, pihenni. Nekem fényképen van róla, amikor jövök le. Férjem csinált rólam annak idején. De amikor még én léteztem, itt akkor itt fent volt a tánc is. Volt elég nagy hely hozzá. Ja. A régi kuglipálya meg itt volt. Igen. Kuglipálya régen, és pedig az új volt. Hát igen, ez egy nagyon tönkrementen. Valamikor itt élet volt, igen. Topicer, ha föl kellene, nem tudom, mit mondanak az épületről, a műhelyéről. Az szeret a sportot, hát valahogy ismerték egymást ezzel a vezérigazgatóval, mert az volt a neve, már beosztása, és rábeszélt arra, azt kinevezték a Dunántúli bányához, Nagymányokra, vezérigazgatónak. Gyere, Feri, gyere, így lesz, úgy lesz. És a Ferit rábeszélte már a férjemet, hogy menjünk el oda. Én nem akartam menni, mert én nagyon szerettem Ferences. De végül is mégis úgy döntött, hogy itt nem volt biztosítva az állása, mert nem volt olyan beosztása, ami ugye későbbiekben talán jövedelmezőbb lett volna. És az ígéret, ugye elment a Dunántúlra, ott volt vagy két hónapig. Én nem akartam menni, végül mégis rábeszéltek, és azért csak elmentünk. Nos, a Dunántúli évek, két évig voltunk ott. Ragyogó lakás volt, szinte ilyen kastélyszerű épületben laktunk, mert én választottam ki, mindent mutogattak, hogy melyiket szeretném, melyiket. Hát én ezt választottam, szép nagy lakás volt, gyönyörű. Na most a Nagymányoki bánya is úgy volt, hogy egy darabig működött, utána már úgy nézett ki, hogy bezárják. Na átment Komlóra, áttették. Na most itt kezdődött a baj, hogy elment hajnalban 4 órakor, este 11 órakor jött haza. Nap mint nap ez volt. Én nem dolgoztam. Csak otthon voltam. Hát azok már nem voltak olyan boldog idők, mondom, hiányzott a férj, én meg olyan vagyok, hogy szeretem, hogyha mellettem van, együtt vagyunk, már eltelik az a bizonyos idő, ami munkában van, de utána a család legyen együtt. Hát ez nem volt meg. Valami miatt azt mondták neki, hogy befejeztük, pakolj össze és menj haza. Hát ez 2 évre rá történt, ugyanabban a hónapban, tám, amikor mentünk is októberbe. De amikor már haza kerültünk, akkor már itt ugye a régi ház, lakásunkat azt rögtön elfoglalták, a szüleimet kirakták Bükszentkeresztre. Mi nyugdíjas bügye nem akarták ott tartani, mert kellett a lakás másnak. És mikor mi haza kerültünk, akkor már nem volt hova menni. Na most a férjem, amikor visszakerült a Dunántúlról, már volt szó, hogy ott oda ment vissza dolgozni, hát ilyen vájártanulókat vitt le elosztani munkahelyre, hogy te itt dolgozol, te ott dolgozol, vájártanulók voltak. Ez úgy délelőtt 10 óra fele lehetett, és akkor ő jött volna föl, de ő szerencsére ezen a siklón akart feljönni. Nem lett volna semmi baj, ha 2 üres nem szabadul el fönt, és levitte. Tehát elszabadult 2 olyan csilla, ami levitte. Csoda nyomta a vizéhez. Hát ilyenek történtek. Mikor az első férjem meghalt, akkor a 16-osban dolgoztam már. Ott dolgoztam, azt hiszem, júniusban mentem oda, és a férjem másik év áprilisában halt meg, tehát egy rövid időn belül. Azért gondolkozom rajta, mert oda jöttek nekem szólni, hogy délelőtt 10 órakor, hogy meghalt. És hát ott volt ismeretség. Ugye, míg egy özvegy asszony már özvegy, akkor vannak, akik úgy gondolják, hogy talán jó lenne hozzávágódni. Volt ilyen, de a gyászév az mindig ki volt várva. És munkahelyi ismeretség volt a másik férjemmel, az ott dolgozott. A férjem jól ismerte,
a harmadik férjem, barátok is voltak mondhatni, de voltunk, hogy egymáshoz járunk vacsorára, meg volt közös kirándulás. Hát ez is munkahelyi ismeretség volt. Na, azzal 27 évet éltem együtt. Elfogadta a gyerekemet is, nagyon jól megvoltak. Úgyhogy kiiskoláztattuk, jogvégzettséget kapott. Nem volt vele a világon semmi baj, amit lehetett, a gyerek mindent megkapott. És hát a 27 év alatt 3 évig nagyon beteg volt. Úgyhogy betegségben halt meg, 56 évesen. A munkahelyi ismeretség után jött a harmadik férj. Na, ez a férj aztán olyan volt, amilyet úgy szeret is az ember, meg mondjuk talán egy kicsit tágítani lehetett volna. Mindenütt együtt voltunk, mindenütt ketten mentünk. Szerettem, ha velem van, szerettem, ha itthon van. Szóval mindent megcsinál. Jól megvoltunk, na hát most már mind a ketten betegek vagyunk sajnos. Ez egy kicsit befolyásolja, mert van vita, de hát az olyan, hogy később az elsimul. Na de akkor nem is gondoltunk arra, hogy sőt, még a előttem lévő férje se gondolta azt szépen, amikor Erzsik oda került, hogy az lesz majd őnek a felesége. Én meg szintén nem gondoltam arra, hogy az én feleségem lesz bármikor is. Ki kezdeményezte? Hát, azt nem lehet megmondani. Ismerősök voltak a családban. A vonzalom. Igen. Mondjam azt, hogy van olyan, hogy meglátom, és valamit találok benne, és akkor próbálok orientálódni. Van ilyen. Te feleségemet is jól ismertél, hát. Jól ismertük egymást, mondtam, hogy a kacsorán is mondtam, és ők is jöttek ide. Valahogy így alakult. Egyszer a fogorvostól jöttem haza, és akkor jött haza a munkából, és így utána nézett, megfordult, és megállt, és nézett. Én is visszafordultam, az ő is összenéztünk. Aztán rájöttünk, hogy el kéne beszélgetni. Mert akkor már nem nálad dolgozott Erzsike. Akkor nem dolgoztam. Akkor már a házkezelőségnél volt. Vagy a nyugdíjban is voltál? Házkezelőségnél. Házkezelőségnél volt. Hány évesek voltak akkor? Mikor hozzámentem? 64. Igen. Nem voltam már fiatal. Bandi bácsi? 4 éve fiatal, 60 volt pontosan. Hát 3 és fél éve köztünk a különbség. Pontosan akkor menj nyugdíjba, 60 éves volt. Én 25-ös vagyok, Erzsike pedig 21-es, tehát ő március 25-es. Mondjam, az én ókori vagyok. Én meg szeretem. Egy fél éve van köztünk tulajdonképpen. Az utolsó előadás az az Aranyhattyú volt 48-ba nyáron, és utána mi októberben elköltöztük, tehát ebben fejeztem be az amatőr pályafutásomat. Úgyhogy azután már nem szerepeltem egy nagyon-nagyon hosszú ideig. Mert elköltöztünk a Dunántúlra, és akkor, mikor visszajöttünk, már nem kapcsolódtam be ebbe a színjátszásba. Percesen tovább folytak az előadások, persze nélkülem, nagyon jó darabokat adtak, nagy sikerrel,
aminek én nagyon örültem, így hallottam róla, de úgy közelebbit nem tudok, mert én nem jártam már akkor fölperezésre. A színházás körülbelül 64-ig, úgy tudom, mert az beszélgetésekből kitűnt, hogy bizonyos idő után megszűnik. Nem volt támogatás, nem kaptak, és akkor nem volt miből fedezni a költségeket. És miért nem jött több pénz a színjegyzetre? A támogatás azért szűnt, mert a bánya bezárt, addig a bánya támogatta, nem is kicsit, de amikor bezárt a bánya, akkor már ezek a támogatások megszűntek. Nem volt miből fenntartani, és így az elmaradt. De aztán jött a bán, Pista bácsi, nekem jó ismerősöm, barátom, és aztán felújította ezt az új bányamécs baráti kört, és aztán újra bekapcsolódott a szabadtéri színjátszás előkészítéseibe is. Akkor még ott voltam, amikor a Mátyás tárolt bezárták, de a Jukónál már nem voltam ott. Jukót azután zárták be, az volt az utolsó. Úgyhogy amikor bezárt a gyár, ugye nem kellett már a szén, akkor azt is bezárták az utolsó bányát. De a Mátyás tárolt, az, ami ott volt a hivatal mellett, azt még akkor zárták, amikor ott voltam. És azért nagyon szomorú esemény egyébként már, mint hogy az ottani akasztott? Hát mindenki sajnált, ugye munkanélkül maradtak. 55 éves korban, aki elért, elment nyugdíjba, mert ugye akkor még ez volt a korhatár. Aztán ki miből élt? Már nem volt könnyű dolog. Az egy olyan világ volt, hogy megragadta a munka végét mindenki, aki csak tudta. Ebből éltek. Úgyhogy a bány az soknak kenyeret adott, és nagyon rossz volt, amikor bezárt. Hát, ez a jelen olyan, mint mindenütt. Úgyhogy nincs meg az összetartás, amit úgy el tudtam volna képzelni azért még ezután is. Hát, ha ki fog alakulni, reménykedem. De nincs meg az összetartás. Talán a generáció is közel játszik ebben, mert azért a fiatalok, akik akkor nem éltek, nem tudják, hogy milyen volt az, amikor mi voltunk fiatalok, és mennyire össze tudtunk tartani. Az egy nagyon jó időszak volt. Én már gondolkoztam rajta sokszor, hogyha én lennék ott, hogy én mit csinálnék. Én ezt a régi iskola épületet valamiképpen kialakítanám úgy, hogy egy olyan átmeneti hely lenne, és a Bükk felé egy ilyen kiránduló utat jelölnék meg, hogy merre lehet elérni ide, merre lehet elérni oda. Rendbe tartanám azt a bizonyos erdőrészt. Biztos, hogy lenne olyan, aki szívesen menne, mert aki szereti a természetet, viszont megállna ott egy italra, vagy egy ebédre esetleg, mint hogy másütt is csinálják. Valamiképpen föl kéne lentíteni. És mint ahogy mondtam, nincsen fiataloknak egy olyan hely, ahol egy hétvégén össze tudjanak jönni. Azért, hogy elmennek ugye Miskolcra, jobbra-balra, de ha volna, talán jobban odaszoknának. Nagyon szép az a környék, azért mondom, hogy ott például annak idején mi átjártunk a hegyen Lilafüredre. Fölmentünk az ostoros tetőn keresztül, át egy másik réten, a Csanyik völgyét végigjártuk, a Felső Forrás, a Királykút, egész fölmentünk végig rajta, egy ilyen túra. Még mindig előfordulhat, hogyha valaki szereti a természetet. Meg arra fölfelé, ott a Mátyás tárol fölött a részen, Barosakna felé. Arra is a faluk felé ki lehetne nyitni, mert gyönyörű az erdőrész ott. Ki kéne valamit találni, valami ügyes embernek. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A technikai malőrre elnézést kérünk, mert miután közgyűlésről van szó, a határozat képességet muszáj volt megvárni, megállapítani, majd visszatérünk rá a jegyzőkönyvbe, amely diktálnunk kell. Újra jó, hogyha amire gondoltam, azt mindet elmondom. Ezért a segítséget magamhoz veszem. 22. alkalommal ül össze a bányami és baráti kör közgyűlésre. Ez már úgy gondolom férfi kornak is lassan beillik. 22 éven keresztül
a Bányász Egyesületünk minden évben megtartotta rendes közgyűlését, megemlékezett az éves munkáról, megemlékezett mindarról, ami egész évben történt, ma is ez fog történni. Engedjék meg, hogy kiemelt vendégünket is köszöntsem, abból az alkalomból, hogy a perecesi kultúra élő legendájaként itt lehet közöttünk Babucki Erzsébet. Azt hiszem, perecesen őt nem kell bemutatni. A mi számunkra az a nagyon öröm, hogy korát meghazudtolva nem is tudjuk egyébként, hogy hány éves, majd ő esetleg egyeseknek elárulja, de elfogadta a meghívásunkat a jeles évforduló alkalmából, és én felkérem Kovács Lóránt elnök urat, hogy a köszöntésbe működjön közre, legyen részt. Nem vagyok ott a másik oldalon. Nagy tisztelettel szeretném köszönteni, és Sanyi elmondta a művész hajlamait, vagy említést tett róla, én a szponzori tevékenységét is szeretném kiemelni, hiszen igen-igen komoly összegekkel járul hozzá a Bányamécs működéséhez. Nagyon szépen köszönjük, jó egészséget, sok boldogságot, és további együttműködést kívánok. Kedvi csókolom. Nagyon szépen köszönöm. Most csak elmondhatom azt, hogy én nagy örömmel jöttem, Perecesinek hallom magam, nagyon szerettem Perecest. Én sajnos, nekem az éveim száma már 89, nekem minden nap egy ajándék. Kedves megjelenteknek boldog éveket kívánok, szeretetben, békességben élni. És volt egy színészünk, a Bessenyei Ferenc, aki azt mondta, hogy szeretne 120 évig élni, de 20 éves szívvel. Hát ez neki sem sikerült. De remélem, hogy valakinek még valamikor sikerülni fog. Minden nagyon szépen köszönök a stábnak is, mindenkinek, aki közreműködött ennek a köszöntésnek a létrehozásában. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek minden. Közgyűlésünket a szokásoknak, hagyományoknak megfelelően szeretnénk folytatni, és hát némileg az alapszabály előírásainak örültem, hogy a régi emlékekkel szembenézhettem, és igazán nagyon-nagyon élveztem végig, nagyon örültem neki, hogy ez így történt. És köszönöm szépen nektek! Köszönöm. Na! Szia! Nem kell, anyukám, föl tudok menni. Mindenkinek minden jót, találkozunk még, remélem. Hát megbeszéljük, és akkor még a Petivel is telefonáljuk. Nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megérni, mely új csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz, bízunk benne,
igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendős szív. Hogy egyszer így lesz, bízzunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendős szív.